Cső van Brenor vagyok! Ugye az előző részben már megvoltak a energiatárolók is, ott az a hatalmas doboz. A mai részben főleg arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk ezt a hatalmas mennyiségű energiát felhasználni, plusz még néhány tárolási témát is be fogok mutatni. De először is, mindenek előtt ugye a legfontosabb matterfabrikátor. Ugye igazából a mai videóban ez a, a leglényegesebb dolog, végül is ugyanis ezzel tudunk többek közt iridiumot is előállítani, de akár diát is. Na már most, Matter Fabrikátor az úgy működik, hogy fogunk négy darab Energy Flow circuit két darab teleportert, két darab Highly Advanced Machine blokkot és egy Lapotronic Energy Orbot. Így megkapjuk a kis blokkunkat, ugye látjátok, hogy 1 millió eut képes elraktározni. És a korábbi tapasztalatokkal ellentétben itt um, már nem több millió EU, amit képes befogadni egyszerre, hanem 8192 EU per tick. Ez azt jelenti, hogy a generátorunkat, hogyha magasabbra állítanám, abban a pillanatban felrobbanna. Ugye. Még abban a verzióban, amiben a legtöbb szerver jelenleg fut, az a Ultimate 1.0.1-es, meg 8.2.0-as Minecraft, stb. 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 Ott ö, ugye még bármennyit ráköthetünk. Viszont, hogyha itt már Ultimate 1.0.2-ben 8000-nél többet kötünk rá, ugye jelenleg nem történik semmi, ugyanis nincs, ami még beindítsa, erre majd mindjárt ki fogok térni, hogy ez miért jó. Abban a pillanatban robban, ahogy, ahogy, dolgozni akarna, ugye ugyanakkor át robban, mint ahogy a túloldalon láthattátok a Energy Siphont, a Dragon Egg eset. Na már most, Matter Fabrikátor működési elv következő. Ugye már megvan, hogy hogy veszi fel az áramot, pontosabban mennyi a maximum. Jé. Itt. A fabrikátor az maga úgy működik, hogy látjátok, hogy ha kap áramot rendesen, akkor átváltasz a ilyen-ilyen-ilyen valamire. És akkor itt látszik benne, hogy mennyire kap energiát. Van egy kimeneti szlotja, ugye ide fognak kerülni az új mattereket amiket le akarunk most gyártani. Itt van egy százalékszámláló, ez mindig mutatja, hogy hány százalékon áll annak az egyetlen egy darab új az elkészítése. És emellé kell nekünk ide, ezekbe a Recycle-ös jelű szlotokba valamilyen anyag, amiből ő elkészíti az úmattert. Egy úmatter, hogyha scrapet használunk, akkor az azt jelenti, hogy 3%-onként egy scrapet kapunk. Nem, nem egy scrapet kapunk 3%-onként, hülyeséget beszélek már megint. 3%-onként fogyaszt el egy scrapet. Ez úgy működik, hogy beletesszük valamelyik szlotba, teljesen mindegy, hogy melyikbe. 1, 2, 3, és már fogyasztotta is a következőt. Ez a 3% azért nem teljesen tökéletesen úgy van, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ez a 3%, ez 500 ezer eut jelent, hogy annyit elhasznál, akkor fog egy következő scrapet elvinni. És így jön ki nagyjából az, hogy 33 és harmad scrape kell egyetlen egy darab búmat elkészítéséhez. Egy -e picit leállítom. Emellett viszont lehet még hatékonyabban dolgozni, ugye, hogyha rengeteg scrapünk van, akkor persze ez tökéletesen jó. Viszont van egyéb lehetőségünk is. Az alapszámunk az ugye a hármas ugye a scrap miatt, hogy elvileg 3 százalék, ezért egy hármas az alapszám. Ugyanennyit tudunk elhasználni forsisiummal, vagy nikolittal, a scrap box az már 27%-onként fogyaszt el egyet, ugye 9-szer tartósabb, mint a scrap, mivel hogy 9 darab scrapből áll. A green zafir dust, a zafir dust és a ruby dust, ez 30%-onként fogy egy körülbelül. Az ender eye dustból 45%-onként, a diamond dust az egy darabbal már 75%-nyi U-matter tudunk megcsinálni, és a, a nagy ágyúk, az igazán nagy ágyúk, azok pedig a uránium származékok, a tórium az 300 százalék, tehát 3 u készülhet el egy dustból, urán az 600 tehát 6 u a plutónium pedig 1200 százalék, tehát 12 darab u tudunk előállítani egyetlen dust elhasználásával, plusz-minusz pár százalék végül is. Uh, igen, nagyjából ezek a felhasználási lehetőségek. Igen, igen, ezt ide beledobjuk, és akkor már dolgozik is tovább. Uh, nagyjából ennyi ez a matter fabrikátoros téma igazából, uh, később ezt a U mattert, amit előállít, azzal tudunk valamit kezdeni, ugye ezt fogjuk kapni belőle. Ilyen szép lila valamit, és ugye itt van, irogatja a kis dolgokat. Ó, lehet azért még egy pár dolgot használni. bár ezt lehet, hogy csak a masszfabrikátor miatt mutatja. Ugye a materfabrikátoros receptet nem mutatja. Amilyen kedves. De a masszosat hát igen, elvileg, ugyanúgy kéne működnie mind a kettőnek. És akkor térjünk át a másik témára a tárolásra. A legalapabb az egy digitális chest. Digitál chest. 7 darab Refined Iron plate kell hozzá, vagy 7 darab alumínium plate egy data orb és egy computer monitor. Ha megvan, szépen letesszük, és gyakorlatilag ugyanúgy működik nekünk, mint egy, mint egy barrel. Tehát egyszerűen fogjuk, beleteszünk egy darabot, vagy egy stacket, vagy sok stacket, és ugye a jobb kattintunk rá, látjátok, csehben éri, hogy 256 of stone, tehát stone van 256 darab benne. Ez nem nézi, hogy hogy stackelve van -e. persze stackelve tudjuk kiszedni, shift -kon kattintással egy darabot tudunk kiszedni. Mm. Igen. Összesen 32.640 itemet lehet egyébként belepakolni egy darab ilyen, ilyen izébe, digitális chestbe. Ja, az, amit leraktam. És így, így nagyjából ennyi tud, ugye, bá, uh, ahogy néztem, bármelyik oldalán lehet beleküldeni és kiszívni és belőle dolgokat. Uh, ettől eltekintve tökéletesen ugyanúgy működik, mint egy barát. És annak az hiszem talán a legnagyobb mérete, pont ez a 32 ezres, de erre mondjuk nem vennék mérget. Viszont a digitális csestünk továbbfejleszthető kvantum csesté ehhez kell ugye alulra a digitális chest, kell négy darab data orb, kettő darab highly advanced machine block, egy computer monitor és egy teleporter. És hogyha ezt letesszük, tökéletesen ugyanúgy működik, mint az előzőleg látott digitális chestünk. Az összes különbség annyi, hogy még a digitális chest 32640-et itt it met tárol el, ha ki tudom mondani, akkor a quantum chest az bizony 2 billió itemet képes eltárolni. Természetesen ugye, mivel barálként működik mind a két delikvens, csak egyféle ítemet tárolhatunk benne, ellentétben mondjuk a ME Winchesterekkel, ahol ugye kicsit más a téma. De ettől függetlenül nagyon jó dolog, főleg Cabelson elraktározása például. Az utolsó ilyen szempontú delikvensünk az a Quantum tank, a sima kvantum chestet kell tovább fejlesztenünk, négy darab platinum pléttel, és négy darab energy flow szörkittel. És ha letezzük a kvantum tankot, akkor ugye látjuk, hogy nagyon nagy különbség nincs a chesthez képest. A különbség annyi igazából, hogy míg a chest az itemeket, a tank az folyadékot képes tárolni, nem kevesebbet, mint 2 milliárd vödörnyivel, Ugye ezt úgy számolja, hogy 2 billió MB, ami ugye a milli bucket, és abból 1001 egész vödörnyi. Így jön ki a 2 milliárd. Öm, nagyjából ennyi ez az ene nem energia, hanem a tárolós téma. Öm, nagyon mélyen nem is lehetne belemenni, ugyanis semmi másra nem jog tényleg csak tárolgatni a cuccokat, és így kivenni, berakni, stb. Viszont van itt egy érdekesség, ami egyelőre nem fog működni, ezt előre, előre leszögezném, ugyanis jelenleg még receptje sincsen benne a játékban, viszont már, hogyha belenézünk, akkor láthatjuk, hogy körülbelül mire lesz jó. Energia szempontjából 128 EU a maximum, amit elbír, e fölött robban, és egyébként ennek a neve pedig nem más, mint UM, Assembler, Umatter Assembler, a következőre jó, ugye van bemeneti, kimeneti nyílás, jelenleg ez annyit tud, hogy a bemenetről kidobja a kimenetre, ami nekünk annyira nem szerencsés, ez később majd mást fog szolgálni ez a dolog. Az a feladata ennek az egész szerkezetnek, hogy ez, ezt, a bogarászos sort, ezt nem igazán értem, egy tippem van, azt majd mindjárt előadom. És ugye a holocellákat láttok, holocellákba bele tudjuk tenni a zoomot, tehát ugye egy darabból lesz 8 fa, vagy ilyen 8 fa, vagy ha oda tesszük olyan 8 fa, vagy ha oda tesszük akkor kő, olyan 8 fa, ide nem, semmi. És hogyha pedig ugye kitesszük ezt a üllő formát, akkor kapunk egy iridiumot, ami egyébként nagyon jó. És hogyha itt az iridium rákattintunk, amit ő kidobott receptnek, akkor az belekerül ide. Ez a recept tárolónk, 1, 2, 3, 4, 5 darab szor 4 darab slot van benne, összesen 20. 20 féle receptet lehet használni a Zoom Matterhez, 20 féle anyagot állíthatunk elő belőle. És ugye, hogyha beletesszük, akkor elvileg annak kéne történnie, hogy ugye eltűnnek az anyagok, és kapunk egy Iridium ort. Na már most egyelőre nem kapunk Iridium ort, ahogy láthattátok, ugyanis ennek nem így kéne működnie, hogy eltűnik a cucc, és akkor cserébe van. Hanem ennek majd úgy kell működnie, hogy itt beletesszük, és alul pedig a, a receptben látható anyag fog kijönni. Feltételezem, hogy ez a receptes része arra lesz jó, hogy nem kell nekünk magunknak kipakolni, hanem csak rányomunk, hogy én ezt szeretném, kidobja a receptet, és már működik is. Lehet, hogy a betöltéshez szükséges majd ez a kis gombocska, ez, ez teljesen ö, ismeretlen, még ugye egyelőre nem működik a szerkezet. Egyelőre, hogyha itt egy trákat indul, akkor egyszerűen eltűnik a dolog. Ö, nagyjából ennyit szántam erről így érdekességnek, még meglátjuk, hogy konkrétan hogy fog működni, várjuk a további frissítéseket, igaz, hogy még a, ezt a frissítést adták ki hivatalosan, amit most én itt használok nektek a bemutatókhoz, de majd egyszer. Na, ennyit már a holnap, ö, megint így az általános gép kört fogjuk egy picit feszegetni, és akkor végre el fognak fogyni ezek a gépek is. Ennyit már a cső van.